megérte, szólnak magasságában érte a hír, hogy szóljak önökhöz. Ne haragudjanak, nem tudok indulatok nélkül beszélni az eseményekről. Köztük vagyok én is, hiszen 12 000 darab libámat vittek úgy el, hogy egy darabot nem fizettek ki belőle. Minden kollégát koporsója mellett, akik félve attól, hogy elvesztik házaikat, hiszen olyan adósságban verték őket, inkább önkezükkel vetettek véget életüknek. Családanyák, családapák vegyesen, és nem csak 9 ember halála, hiszen nem beszélünk azokról, akik 40 éves korukban szívinfarktusban haltak meg az események közepette. Furtán és sorolhatnám a többieket. Azt mondom, hogy kordonokkal el lehet fizikailag zárni bennünket az országháztól. Mintha nem is mi lennénk a nép, akit őket választottunk erre a feladatra. Fizikailag el lehet, de a holtak hozzátartozóinak sikolya, a vidéken élő megnyomorított parasztemberes sikolya, a szociális vállalkozó, aki kénytelen elbocsájtani dolgozói, tönkremen családos sikolya odáig fog hallatszani, hogy az elől a pénz már nem gyújt benedénket. Engedjék meg, hogy a hozzátartozók nevében, a károsultak nevében hadd köszönjem meg önöknek, hogy lélekben velünk vannak, hisz nekünk anyagilag semmi nem marad. Marad viszont az egyenes, gerinces, becsületes tartásunk, és üzenjük, hogy ezt meg fogjuk őrizni. Nem tudnak ellenünk mit tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten óvjon bennünket!